A napokban hivatalosan is átadásra került a Hungary program keretében megépült úgynevezett Lifeház, vagyis levegővédelmi bemutatóház az Erzsébetligetben. Az épület legfontosabb feladata a jó gyakorlatok összegyűjtése, a levegőszennyezés mérséklése környezetünk fenntarthatóságának érdekében. Szepesi Tibor városunk polgármestere az ünnepélyes átadón elmondta, hogy az országos pályázatban résztvevő 19 együttműködő partner és település közül egyedül városunkban valósult meg ez a pályázati akcióterület. A bemutatóház összes nettó alapterülete 167 négyzetméter, melyben iroda, előtér, kiállítótér, előadóterem, gépészeti terem és természetesen vizes blokk található. Kivitelezési költségeire bruttó 142 millió forint állt rendelkezésre az önkormányzat számára, kizárólag az állami támogatásból. A kísérleti ház egy bemutatóhely, ahol az energiahatékonysággal és energiagazdálkodással kapcsolatos technológiai megoldásokat interaktív eszközök és látványelemek segítségével mutatjuk be, de környezetvédelmi tudatosító akciók, rendezvények helyszíneként és az ökomenedzser működési helyszíneként is fog funkcionálni. Polgármester úr hozzátette, a most átadásra kerülő épületet iskolai és óvodai csoportok, közösségek, a helyi lakosok is látogathatják, de helyszíne lesz saját szervezésű rendezvényeknek és képzéseknek is. Az ünnepélyes átadón felszólalt F. Kovács Sándor, térségünk és városunk országgyűlési képviselője is, aki elmondta, az újonnan átadott épület fontos szerepet fog játszani a következő generáció és a karcagiak életében. Ez az épület nem kerülhetett volna jobb helyre, mint az Alföld közepére, Karcagra, és Karcag legújabb, legszebb parkjára, egy olyan központi helyre, ahol kisgyerekek, iskolások, családok és idősek nagy számba fognak eljönni. Tehát a hely, a helyszín megválasztása, ha tudatos is volt, vagy ha véletlennek köszönhetjük, teli találat. Rajtunk múlik az, hogy hogy töltjük meg ezt az épületet. Hogy töltjük meg az épületet, hogy hosszú generációkon keresztül, fiatalok, idősebbeken keresztül, hogyan formáljuk a tudatot, a környezetünket, a környezetvédelmet, emellett a tájvédelmet, hiszen ennek az épületnek ez a küldetése. És ez a küldetés most kezdődik, a mai nappal. Nem a tervekkel, nem az építkezéssel, nem a kivitelezéssel. Azzal a pillanattal, amikor először jönnek be a diákok ebbe az épületbe. Rácsodálkoznak az őket körülvevő csodálatos világra, rácsodálkoznak arra, hogy hogyan kell ezt a világot megőrizni, karbantartani, vagy szebbé tenni. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő beszédében elmondta, hogy egy hosszú folyamat zárásaként is tekint a most átadott levegővédelmi bemutatóházra. Az Erzsébetligetben ugyanis számos fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban. Itt a Lifeház átadása zárja ezt a kört, hiszen visszagondolunk az elmúlt néhány hónapra, először a pumpapálya, utána a játszótér, ezt követően a Sámándob, a milánói pavilon készült el, illetve a rónai malom. A kunkapuk átadása is megvolt nemrégiben, ahol őshonos gyümölcsöknek, a gyümölcsfajtáknak a bemutatóhelye létesült. És itt ez az épület, amely a mai naptól nyitja meg a kapuit, teszi fel az ire a pontot. Tehát kialakul Karcagnak egy olyan része, ahol a korábbi szerény viszonyokhoz képest most már igazán 21. századi színvonalú létesítmények, játékok, kulturális művészeti teljesítmények várják az ide jövőket, akár városunkból, a környékből, a nagykunságról, vagy távoli tájakról is érkezzenek. Mindez illeszkedik abba a fejlesztési láncba, amiben a termálfürdő, a sportpálya, az erdei futópálya és lombkorona tanösvény, és még más dolgok is helyet foglaltak az elmúlt években. És ezeket a dolgokat, amiket itt látunk, összefogja a természet közeliség, hiszen akár a
Karcak Kincse Parknak a dísze a milánói pavilon. Látszik, hogy egy természetes anyagokból megformált épület, amely valahol a magyarság ősi történelmi örökségében nyúlik vissza, akár a park, akár itt az erdő, a közelsége, mind-mind azt sugallja, hogy egy olyan környezetben vagyunk, amely a miénk, amelyet meg kell őriznünk, és amire vigyáznunk kell. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet Nonprofit ZRT vezérigazgatója is, aki elmondta, annak érdekében, hogy a levegő minősége minél kisebb kockázatot jelentsen az emberi egészségre és környezetre, mérsékelni kell az emberi tevékenységből származó légszennyező anyagok kibocsátását. El kell érjük, hogy a számunkra már természetes legyen az általunk környezettudatosnak nevezett életmód. Annak érdekében, hogy a levegő minősége minél kisebb kockázatot jelentsen az emberi egészségre és környezetre, mérsékelni kell az emberi tevékenységből származó légszennyező anyagok kibocsátását. A levegő minőség javítása összetett feladat. Mivel a légszennyezettség nem is ismer határokat, számtalan tényezőtől függ a levegő minőség alakulása. Fontos tudatosítani, hogy nem csak az ipar, a gyárak vagy a közlekedés, hanem a lakosság is jelentős mértékben képes alakítani a levegő minőséget. A levegőbe kerülő szállópor a legnagyobb mértékben nem a nem megfelelő lakossági tüzelésből, fűtésből, illetve a hulladékok illegális égetéséből származik, ezért a levegő minőség javítására tett legfontosabb feladatok egyike továbbra is a környezettudatos szemlélet erősítése. Ezt a legkisebbeknél kell kezdenünk. Fontos, hogy már a gyerekek is tisztában legyenek a környezetük állapotával, valamint az életmód, a fogyasztási szokások következményeivel. El kell érjük, hogy számukra már természetes legyen az általunk környezettudatosnak nevezett életmód. A nap folyamán további programok is vártak az érdeklődőkre. Az újonnan átadott Lifeházban szakmai előadásokat hallhattak, ha megjelentek, de volt itt elektromos autótesztvezetés, épületgépészeti, valamint kerékpáros bemutató és akadálypálya. A most átadott Lifeház tehát kívülbelül tökéletes példája a környezettudatosságnak. Elsődleges cél kitűzése pedig a szemléletformálás kicsik és nagyok körében egyaránt.